Zofóniás próféta könyve. Zofóniás a déli királyság, azaz Júda utolsó évtizedeiben élt. Ekkoriban próbált meg Jósiás király valódi változásokat elérni. Kidobta a bálványokat és helyreállította a templomot, hogy a nép egyedül Izrael istenét imádja. De Izrael ekkor már túl mélyen volt. Az idegen istenek imádata az életük részévé vált. A büszkévé vált Jósiás végül tragikus halált halt a csatatéren, miközben Jeruzsálemet Babilon ellen vezette. Zofóniás pedig mindezt előre látta, évek óta figyelmeztette Jeruzsálem vezetőit. Ez a rövid könyv az ő költeményeinek gyűjteménye. Az első rész az Úr ítéletének napjáról szól Júda és Jeruzsálem felett. A másodikban az Úr napja a népeket is érinti, és Jeruzsálemet is. Újra. A harmadikban pedig kiderül, hogy mi az a remény, ami Jeruzsálemet és a népeket Isten ítéletének túloldalán várja. Az első rész a Teremtés könyve első fejezetének megfordításával kezdődik. Isten jó, rendezett világa visszazuhana a rendezetlenségbe, a sötétségbe és a káoszba, és újra lakhatatlanná válik. Kiderül, hogy Zofóniás erőteljes költői képei Jeruzsálem végét vetítik előre. A város összes olyan létesítménye, ahol a kánoániak isteneit imádják, elpusztul. Az igazságtalan vezetők, a gazdasági központok, ahol tisztességtelen hitelezés és kölcsönzés zajlott, a városfalakkal együtt mind semmi vélesznek. Zofóniás ezekkel az apokaliptikus képekkel a bekövetkező események jelentőségének ágyaz meg. Egy nagy seregre utal, mely jön, hogy elfoglalja Jeruzsálemet. Érdekes, hogy Zofóniás nem mondja meg, hogy Isten melyik sereg által hozza el ítéletét. Mikeástól és Habakuktól tudjuk, hogy Babilonról van szó, Zofóniás azonban ezt nem említi, mert ő Isten szerepét akarja hangsúlyozni Jeruzsálem felemelkedésében és bukásában, ez pedig reményt is ad neki. Nem azért, mintha a város elkerülhetné a sorsát, hanem mert az első szakasz záró versében azokhoz szól, akik keresik az urat. Ők lesznek az a hűséges maradék, akik ha megbánják bűneiket, megmenekülnek. A második rész a Júda körüli népekről szól. Ott vannak a filiszteusok, a moábiak, az ammóniak, sőt az asszírok is. Erőszakkal és önteltséggel vádolja őket, és előre vetíti, hogy Babilon őket is mind legyőzi majd. A meghökkentő pedig az, hogy ennek az idegen népekről szóló résznek a végén a jeruzsálemi izraeliták is megjelennek. Úgy tűnik, Izrael romlott és erőszakos vezetői, profétái és papjai annyira elidegenedtek Istenüktől, hogy Isten már rájuk sem ismer, mint népére. Így hát ez a rész Isten végső döntésével zárul, összegyűjti a népeket, Jeruzsálemet is, és kiönti rájuk haragja hevét. Isten igazságossága emésztő tűzzé válik, amely eltörli a gonoszt a földről. Ez egy durva kép, és épp ezért olyan meglepő a következő sor, a könyv utolsó szakaszának kezdősora. Kiderül, hogy az isteni ítélet hevének tüze nem az emberek elpusztítására irányul, hanem arra, hogy megtisztítsa a népeket. Jeruzsálemet is. A szakasz elején Isten megígéri, hogy a lázadó népeket egy nagy családdá formálja, akik miután megtisztultak, elfordulnak gonoszságuktól és segítségül hívják az úr nevét. Mindez az Ábrahámnak tett ígéret beteljesedésére utal még a Teremtés 12-ből. Isten megtalálja a módját, hogy megáldja a népeket és Jeruzsálemet is. A könyv befejezése a népekkel megtelt város helyreállításáról szól. Isten jelen van ebben a városban, ott él a hűséges maradékkal együtt, akik megalázkodtak és akiket átformált az ő írgalma. Énekelni és örülni hívja őket, majd egyszer csak kiderül, hogy Isten maga is énekel. Az Úr a te Istened közötted van, örülte rajtad örömmel, énekléssel örvendeznéked. A könyv záró költeményének erőteljes képeiben Isten a saját családjába fogadja a számkivetetteket, a szegényeket és a megtörteket, és megbecsülésébe emeli őket. A könyv pedig véget ér. Zofóniás rövid könyve a profétai írások viszonylatában is egyedülálló erővel ábrázolja Isten igazságosságát és szeretetét. Isten igazságosságának lényege, hogy szenvedélyesen meg akarja menteni a világot az emberi gonoszság és erőszak borzalmaitól, nem tűri meg mindazt a szörnyűséget, amelyet az emberek egymással és az ő világával tesznek. Igazságot tesz, de azért, hogy helyreállítsa a világot, és az emberek biztonságban és békében élhessenek az ő szeretete által. Zofóniás tehát arra hív minket, hogy Isten valóságának e két vonását, igazságosságát és szeretetét egyszerre lássuk, és felfedezzük, hogy ezek együttesen rejtik magukban világunk jövőbeli reménységét. Erről szól. Zofóniás próféta könyve.